Katonák földön, vízen, levegőben. A Magyar Honvédség alakulatai ez alkalommal is légiparádéval színesítik a város Szent István napi ünnepségét. A katonák az augusztus 20-ai bemutató előtt több próbát is tartottak, illetve tartanak. A bemutató helyszíne idén sem változik, a szervezők, no és persze a honvédek 17 óra 30 percre várnak mindenkit a Tiszapartra. Repülőgépek, szállító és harci helikopterek is a levegőbe emelkednek, valamint harcászati bemutatóval is készül a honvédség. A nyitány egy kötelék áthúzása lesz 50 méterrel a Tisza fölött, a gépek 185 km per órával hasítják majd a légteret. Érkeznek ejtőernyősök, 12-en ugranak ki 1500 méter magasból. Utánuk megjelennek a Zlinek, kötelékben érkeznek. A Magyar Honvédség második Vitéz Bertalan Árpád különleges rendeltetésű dandárja mintegy 20 katonával folytatja a bemutatót. Helikopterből búvárok ugranak a folyóba, majd gyors köteles kijuttatás módszerével a partra ereszkednek a katonák. A Szőke folyón felúszó ellenséges hajó látványos elemekkel lesz elfoglalva, a tűzharc után pedig kimentik a katonákat. Az egyórás műsort egyéni dinamikus helikopter bemutatók zárják, de meglepetéssel is készülnek, azonban ennek részletei csak a bemutatón derülhetnek ki.